Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma a Lukács evangéliuma első részének 5. versétől szól hozzánk Isten igéje. Heródesnek, Judea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijáj csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül való volt, a neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten Isten előtt, és tisztán éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mind a ketten öregek voltak. De az angyal így szólt hozzá: ne félj, Zakariás, meghallgatta Isten könyörgésedet, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és örülnek majd az ő érkezésének sokan, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Az elhangzott igeszakaszban Lukács evangélista megismertet bennünket azzal a családi körrel, amelyben Jézus Krisztus útkészítője, előfutára, az Ószövetség utolsó prófétája, az első advent kiemelkedő alakja, keresztelő János megszületendő volt. Mit tudunk Zakariás családjáról? Heródes király idejében élt, Zakariás pap volt, a felesége Erzsébet szintén papcsaládból származott, és mind a ketten öregek voltak már. De szeretnék aláhúzni valamit a jellemzésükből, és hadd legyen számunkra ez ma advent üzenetté. Azt olvastuk róluk, hogy mindketten igazak voltak Isten előtt. Úgy érzem, a legfontosabb jellemzője életüknek, hogy igazak voltak. Nem hivatalból, nem kötelességből, hanem szív szerint éltek Isten színe előtt szentségben, fedhetetlenségben. Ha nem volna közük az Isten szolgálatához, Isten tisztelethez, akkor is Isten tisztelet lenne az életük. Azt mondja tehát Lukács evangélista róluk, igazak voltak. Kevesekről lehet ezt elmondani, hogy igazak voltak. A Szentírás kevés embert jellemez így, igaz ember. Ezt olvassuk Énókról, Noéról, Ábrahámról, Mózesről, Sámuelről, Dávidról, Jóbról, a prófétákról. Azt mondja a Zsoltáros, az Úr szemei az igazakon vannak. Isten rátekint az igazakra, az ő jó tetszését látja bennük, és elénk állítja őket példaképpen. Az övéinek ma is igazságban kell élniük. Zakariásra és feleségére, Erzsébetre élet szentség volt jellemző. És Isten ezért választja ki őket, hogy az Ószövetség utolsó prófétáját, keresztelő Jánost felneveljék. Példák ők számunkra, de mi hogyan lehetünk igazakká? Úgy, ha szívünkbe fogadjuk az igaz Jézus Krisztust. Legyen számunkra biztatás az adventi ének, az Úr elé, ha tárod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád, megáld. Amen.